Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. Istenem. Kedves testvérek, az adventi időszak beteljesülése, Jézus megszületése, a második isteni személy földre érkezése, a láthatatlanból ebbe a látható világba jövetele. Nem csak a választott nép sok évszázados vágyakozása teljesedett be, hanem mindannyiunké, minden Isten hívővé, sőt az Isten keresőké is, mindazok, akik az igazságra, az igazi boldogságra vágyakoztak, azokhoz eljött és jön ma is Jézus, hogy mindenkinek beteljesítse szíve tiszta vágyait. Kedves testvérek, mi ezen az ünnepi szentmisén tökéletesen találkozhatunk vele, hiszen halljuk őt, az ő evangéliumát, örömhírét, és ugyanakkor találkozunk is vele az oltári szentség által. Részesedést kapunk az ő föltámadt titokzatos testéből, véréből. Így vizsgáljuk meg most lelkiismeretünket, bánjuk meg minden fölismert bűnünket, mulasztásunkat, hogy méltóképpen dicsérjük hozzánk is elérkezett, velünk is együtt élnő, és az ő örök szép országába hívó, váró Istenünket. Gyónom a mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
emberi természet méltóságát csodálatosan megalkottad, és még csodálatosabban megújítottad. Add kérünk, hogy részesedjünk fiad istenségében, aki szeretetből magára vette emberi természetünket, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Testvérek, sok ízben és sok ilyen gondolszal egy barátkoz, és
ő az, aki nyilvánosan és hatalmas szavával üdvözli fel mindenséget. Miután megváltott minket az bűntől, helyet foglalt az Isteni fölség jobbján. Hatalmasabb, mint az angyalok, mert magasztosabb lett örökölt nálunk. Vajon melyik angyalnak mondta vala fel Istenet? A fiam te vagy, ma születek téged, vagy pedig én, atya leszek, ő pedig az angyalok. Sőt, amikor egyszer a kép bevezetett világba így szól, és levonulva imádja őt Isten minden angyala. Ez az Isten kép. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél, minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ ő általa lett. De a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette, ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk, kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk. A kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta, Isten egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Jézus! Krisztusban, kedves testvérek! A
választott nép adventi várakozása tehát beteljesült. Sok próféta mondott egy kis részletet Jézus életéről, így az ő születéséről is, és az, aki összerakta ezeket a proféciákat, mint a gyerekek puzzle játéka, vagy a mozaik kockákat összerakta, pontosan kirajzolódott ez a kép, hogy Dávid fia lesz, és Betlehemben Dávid fiában fog megszületni egy szűzleánytól. Nem férfi akaratából, hanem az Úristentől. A zsoltárok is többször felszólítottak erre, már sok száz évvel korábban minden zsidót, és most már minden Isten hívőt, hogy örüljetek, már előre örüljetek annak, aki el fog jönni biztosan. Nagyon sok gyönyörű, szép képet rajzoltak arról az országról, amelynek ő lesz a királya. Mese szép, vagy még annál is idillibb képet, ahol békesség lesz a vadállatok és a szelíd állatok között is, ember és az egész teremtett világ között is. Olyan ökológia, olyan gyönyörű szép harmónia, amit az Úristen eltervezett már a világ teremtése előtt is. Persze tudjuk, hogy az ember bűnbeesése óta romlik nem csak az ő belső élete, kapcsolatai is, a másik emberrel és az egész teremtett világgal. Ezt nyögi az ember már az eredeti bűn óta, és különösen a saját bűnbeesése óta, kapcsolatainak az elromlásától. Az Úristen ezt jövendőli, hogy ma is mindenhol születik Jézus, és elindul az ő szép országa, ahol őt befogadják, ahol őt uruknak, királyuknak vallják. Ezért azóta is érvényes a világ végéig az apostolnak ez a kérése, talán parancsa, hogy örvendjetek az Úrban, örvendjetek, újra mondom nektek, szüntelen, mert az Úr közel van. Mi már, Krisztus hívők, különösen a Szentmisén résztvevő emberek, már nem csak azt mondjuk, hogy közel van, hanem velünk van. Ez zsidóul annyit jelent, mint Emmanuel. Velünk az Isten. Egészen közel. Amikor Ágoston kereste az Úristent, éveken keresztül hallgatta Szent Ambrus prédikációit, az eszével már fölfogta, megértette, hogy közel van. De amikor a kegyelem bejött teljesen az ő szívébe, eltöltötte egész lelkét, testét, akkor döbbent rá arra, hogy eddig is vele volt. Ő mindenhol kereste, csak a saját szívében nem. És azóta is buzdít mindenkit, hogy csöndesedjen el, szálljon magába, és ha bűnbánatot tart, ha valóban szívből tér meg, és őszintén keresi, megfogja minden kereső ember találni a saját bensejében. Így aztán az apostol parancsát már könnyebb lesz teljesíteni, hiszen karácsony éppen ezt az örömhírt hozza a világba, hogy örvendjünk, mert békesség jön erre a békétlen világba, amit sok történész így is nevez, hogy a történelem az a háborúk története, így is lehetne fogalmaznunk az egyik bűntől a másikig, de Jézus óta már megfordult a kocka, mindazok, akik befogadták Jézust, azoknak az életében és kapcsolataiban valóban igazi békesség született, és nagy hálaadás az Úristennek. És így az angyal szózata megvalósul,
hogy dicsőségévé válik az Istennek. Jézus, amikor az élete vége felé közeledik, amikor már jön Júdás, az áruló, aki elhagyta nem csak Jézust, de az apostoli közösséget, akkor mond ilyen döbbenetes mondatot az Úr Jézus, most dicsőül meg az emberfia. Éppen az ő keresztútja előtt, az ő félelmetes külső és ki tudja milyen benső szenvedésének kezdetekor, hogy megdicsőül az emberfia. Így tehát ő Betlehemtől, a Jászoltól, a Golgotáig Isten dicsőségére élt. Mi pedig bűnbeeső emberek az Úristen szégyenére, mert az ő gyönyörű, szép, tökéletes tervét, amit mindannyiunkról rajzolt, mondhatjuk az ő tervező asztalán a mennyben, mi nem valósítottuk még meg. Attól kezdve, hogy keressük az ő akaratát, a hozzánk is szóló örömüzenetét, a bennünk is már megszületett Jézust, akkor kezdünk mi is az Atya örömére és dicsőségére élni. Mert valóban bizonyítani fogjuk ettől kezdve, hogy Emmanuel, velünk az Isten. És ez az örvendezés olyan erős lesz, amit nem lophat el tőlünk senki sem. Mert ez nem az evésivás, vagy ilyen-olyan testi élvezeteknek az öröme, ami összesen hasonlítható azzal az örömmel, amit nem lophattak el Jézustól a kereszt útján sem, a vértanúk hosszú sorától sem, akik ma is, halljuk sajnos sok országban, életüket kockáztatva Jézust követik, és a hitükben megmaradnak, akkor is, ha megfenyegetik őket, akkor is, ha már valóban a kínzás előtt állnak. Ezek a mártírok bizonyítják, hogy Jézus ma is születik, ma is él. Mi, akik még keresztény üldözésben talán nem élünk, bár nemzetiségünk miatt elkezdtek üldözni, kiüldözni, kiűzni minket innen, mi, akik bátran helytállunk, ti, akik itt vagytok a saját helyeteken, nem csak a saját házatokban, de Isten házában, bizonyítjátok azt, hogy velünk az Isten, bennünk és köztünk van. És ti bizonyítjátok azoknak, akik még kételkednek, akik máshol keresik az örömüket, hogy Jézusban és az ő tanítását befogadva, őt követve, szinte kopírozva az ő életét és kedves szentjeink életét, azok bizonyítják, hogy születik ma is, él ma is, bennünk és köztünk. Hozzá kell tennem, különösen azok bizonyítják, akik elfogadják házasságukban az ő szerelmük gyümölcsét, a gyermeket, a következő gyermeket. Hiszik azt, hogy a kis Jézuska születik benne, általa, közéjük. Bizonyítják azt a jó, okos és szeretetteljes neveléssel, hogy Isten ajándéka az a következő gyermek. A keresztség bizonyítja, hogy az Atya Isten adoptálja, az ő gyermekévé fogadja. Hiszen Jézus azért lett emberré, a második isteni személy, hogy mi nem csak istenivé, de valóban az Isten társaságába, a Szent Háromság közösségébe kerülhessünk. És ezt éppen számomra különösen azok bizonyítják, akik a világ esze szerint szomorúak kéne, hogy legyenek. Akár árvák, akár özvegyek, akár haldoklók. Nem szomorúak, hanem bizonygatják azt, hogy velem az Isten, nem hagyott el, és én Jézussal vagyok, még a keresztúton is.
Így tehát az imádság, az önmegtagadás saját keresztünk hordozásával is bizonyítjuk, hogy megszületett Jézus. Ezt valóban csak a szívében is imádkozó ember tudja álhatatosan, hűségesen bizonyítani. De még emeljük föl azt a tékozló fiút is, aki bár elhagyta az atyai házat, aki bár elcsatangolt, elcsángált, és a bűnökben kereste örömét, valamikor, és az Isten ezt hagyta, ma is hagyja, hogy belekerüljön abba a zsákutcába, annak a végébe, amely már talán inkább a szakadékhoz hasonló, hogy ott rádöbbenjen arra, Isten vagy a semmi. Isten nélkül nincs élet. Mindaz, aki élni szeretne, kibontakoztatni a saját életét, az csak is a fő-fő parancsolat útján találhatja meg, hogy az Isten szereti teljes elmével, erővel, teljes szívvel, és a fele barátját úgy, mint önmagát. Minden bűnbeeső ember nem távolodott el annyira az Úristentől, hogy ő ne érje utol. Ez bizonyítja majd nagy péntek. Csodálatos kegyelme, amikor ő nem csak hangyányi emberek közé ereszkedett, nem csak, hogy ott a város széli periférián lévő barlangba, istálóba született, hanem egész életét is egy szegényes názáreti házban élte le, kézművesként, házépítőként, hanem élete végén bizonyította a legjobban, hogy igen, ő magára vette a bűneinket. És ezt ingyen kapjuk kegyelemből. Ezt hála Istennek a jobb Lator fölismerte, és élt ezzel a lehetőséggel. És benne akkor született meg az Úr Jézus, de olyan mélyen és olyan erősen, amit még a haldokló emberfia így bizonyított, hogy még ma velem leszel a paradicsomba. Kikapta tehát az első örömhír, hogy az Úr Jézussal lesz, a föltámadottal, az az utolsó ember. Megdöbbentő különben, amit húsvét vasárnap reggelén fogunk hallani, hogy tényleg egy utolsónak gondolt, de bűnbánó asszonynak jelent meg elsőször. Kedves testvérek, nekünk, nektek tehát az a kötelességetek, hogy bizonyítsátok, Krisztus ma is közel van. Krisztus ma is megszülethet bárhol. Nincs elveszett ember. Különösen azok, akik úgy gondolják, hogy nagyon egyedül vannak, nagyon szomorúak, és elmondják neked, hogy miért. Lehet, hogy igazuk van, de éppen nekik kell, és nektek is kell bizonyítani, hogy Krisztus ma is születik. Fogadja őt el az ő királyának. Ne dédelgesse a szomorúságát, ne ragaszkodjon az ő szomorúságához, engedje el. És ha elengedi a bűneit, elengedi jogosnak látszó haragját, akkor azt a nagy ajándékot fogja kapni, amit Betlehemtől a Golgotáig a Jézusra figyelő, Jézus előtt meghajló, letérdelő pásztorok, három királyok, és mindazok a bűnösök, mindazok a betegek, nyomorultak, utolsók megtapasztalhattak az ő életében, és ma is megtapasztalják. Nagy öröm hallani ezt. Bizonyára ti is tudtok örülni ilyen megtérőnek. Hiszen egyszer Jézus elárulta, hogy nagyobb boldogság van a mennyországban egy megtérő bűnös fölött, mint a 99 igaz fölött. Így nézzünk mi is azokra a bűnösökre, akik talán ellenünk is vétkeztek, vétkeznek, azokra a szörnyen önző gazdagokra, akik kizsákmányolnak minket. Így gondoljunk azokra is, akik
úgy nem szeretnek minket, hogy elűznének minket, hogy a késsel elvágnánk a torkunkat, ahogy ezt mutatták az ungvári tüntetésen valamikor. Akkor is mi örüljünk, hogy őket is szereti az Úristen, és őket is megmentheti, ha mi a rosszat a jóval viszonozzuk. Ebben az első volt Szűz Mária, aki Erzsébetnél elénekelte azt a gyönyörű Isten dicséretet. Talán nincs is ennél szebb a Bibliában, mint az a Magnifikát, ahol ő magasztalja hangosan az Urat. Kedves testvérek, ez a hálaadás legyen bennünk minden szentmisében, hiszen az Eucharisztia görög szó pontosan ezt jelenti, és gondoljunk arra, hogy ezt a hálaadást gyakorolnunk kell egész évben, hiszen karácsony örömét megőrizhetjük, újra teremthetjük a hét minden napján, ha a hálaadást Pál apostol parancsa szerint szünet nélkül gyakoroljuk. Mert bizony nagyon igaza van Romano Guardininek, aki azt mondta egyszer, hogy az örvendező ember sajnos nem mindig ad hálát, de a szüntelenül hálaadó ember a szüntelenül boldog lesz. Velünk is úgy legyen. Amen. Testvéreim, megváltunk születésének ünnepén, az Isten gyermekség örömével fohászkodjunk az Úrhoz. Adunk, hogy egyházat megváltozásra, hogy véden fogadja meg testesül és egyszerűen tükrát.
kérünk téged, hallgass meg! Kérünk téged, hallgass meg! Adulunk, hogy ezen a szent ünnepen meghallja a világ az angyalok végeztetőt. Kérünk téged, hallgass meg! Adulunk, hogy amíg tehát a mi testvérünk adja, legyenek egymás a testvérei az emberek is. Kérünk téged, hallgass meg! Adulunk, hogy az elmúlt hozzá tartozóink elmúlt szeretettük utolunk az örök boldogságot. Kérünk téged, hallgass meg minket! Fogadd Urunk háláját, köszönetét Dominiknak és Ábelnek a születésért, egy családnak, Isten kegyelmeiért, egy édesanyának a családjáért, egy másik családnak is köszönetét Isten kegyelmeiért. Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj Urunk örök boldogságot elhunyt István, Rozália, Ildikó és mindannyiunk elhunyt rokonaiért. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, te részese lettél emberi természetünknek, engedd, hogy mi pedig megtestesülésed titka által isteni dicsőségedben is részesüljünk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentecsát javára. Urunk Istenünk, fogadd kegyesen az áldozatot, melyet felajánlunk neked a mai ünnepen. Ez szerezte meg nekünk a tökéletes kiengesztelődést, és ebbe épül bele Isten tiszteletünk egész teljessége, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a lelkedben. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak is.
valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, az ige megtestesülésének titka által, a te dicsőséged új fénye ragyogott föl nékünk, hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Istent, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amivel megjössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, velem méltatlan szolgáddal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával,
Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a Földnek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus béke fejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egy házad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással, legyen békesség köztünk mindenkor. Báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom, hogy jöjjön, hanem
Könyörögjünk. Kérünk, irgalmas Istenünk, hogy a világba született üdvözítője, amiként Isten gyermeki életünk szerzője, ugyanúgy halhatatlanságunk ajándékozója is légyen, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérek, most kérjük az Úristen ünnepélyes áldását ezen a nagy ünnepünkön, azt az erőt, azt a bátorságot, amely csak is abból az élő hitből forrásozhat, hogy velünk az Isten, hogy az Isten szeret minket, hogy ő irgalmas, ő jóságos mindenkihez, hogy nem kell félnünk a Heródesektől, Pilátusoktól, mert a bárány győzött a farkasok fölött. Ezt a bátorságot is kérjük az Úristentől, hogy merjünk Jézusról beszélni, az ő irgalmas jóságáról. Ne felejtsük el azt az egész év során, hogy mi a fő-fő parancsolat, a szeretése, imádása Istennek és a fele barátnak, és hogy ennek a szeretetnek nincs határa, sem térben, sem időben. Aki erre az útra lép rá, annak nem lesz a halállal vége, sőt, akkor bontakozik ki igazán. Ne felejtsük el, hogy mit kér az apostol szünet nélkül, szüntelenül. Szeretet gyakorlását, az imádkozást, a hálaadást és az örvendezést. Így kívánok nektek, mindannyiotoknak, az otthon maradottaknak, különösen a magányosaknak, akár kicsinyek, árvák, akár öregek vagy haldoklók, az Úristen karácsonyi örömét, áldását. Az Úr legyen veletek! Legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. A végtelenül jóságos Isten, aki fiának megtestesülésével elűzte a sötétséget a világból, és dicsőséges születésével beragyogta ezt a szent napot. Üzze távol tőletek a bűn sötétségét, és ragyogja be szíveteket az erények világosságával. Amen. Ő, aki azt akarta, hogy angyal hirdesse üdvözítőnk születésének nagy örömhírét a pásztoroknak, töltse be lelketeket örömével, és tegyen titeket evangéliumának hírnökévé. Amen. Ő, aki fiának megtestesülése által kibékítette egymással a mennyet és a földet, árasszon el benneteket is a békesség és a jó akarat ajándékával, és fogadjon be mennyei egyházának tagjai sorába. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ér, menjetek békével. Köszönöm, hogy megtaláltad!